Felvétel. Sziasztok! A nevem Sávó János, a Miskolci Egyetem 7. féléves BSC-s gépészmérnök hallgatója vagyok, vegyipari szakirányon. A 2018-19-es őszi félévre én is elnyertem az Erasmus Plus pályázatot, így a következő félévemet a külföldi részképzés keretein belül Pozsonyban töltöttem. Leginkább azoknak ajánlanám ezt a helyet, akik biztosan szeretnének kijönni az Erasmus ösztöndíjból és alacsonyabb költségvetésen maradni. Én, amiért oda mentem, legfőképpen a tájbeszámítás miatt volt. A város távolsága miatt se kell már az utazásra 10 000-eket költeni. Nagy meglepetésként ért engem Szlovákiában ISIC kártyával, ami itthon diák igazolványnak felel meg. Ennek ára körülbelül 20 euró körül lehetett, bár nem emlékszem pontosan, amit érdemes a kiutazásod előtt már elkezdeni. Én kiutazás után értesültem róla, hogy ilyen kártyát lehet csináltatni, ami szerintem nagy hiba volt, mert utána még legalább 2 hetet kellett várnom ennek megérkezésére. Tehát ezzel a kártyával, az ottani diák igazolvánnyal több kedvezményben is részesülhetsz. Legfőképpen kiemelném az országon belüli vasúttal való utazást, ami ingyenes volt, ha időben lefoglaltad, ugyanis az ingyenes jegyek limitáltak voltak. Minden kollégiumban és egyetemen külön menza volt, ahol áfa nélkül és egy nap összesen 2 euró kedvezményben részesülhette, ami úgy szintén a ottani ISIC kártyáddal tudtál fizetni. Persze arra külön pénzt kellett feltöltened, hogy használhass. Továbbá a tömegközlekedéshez szükséges bérlet is a kártyádon van, ami szerintem elég hasznos dolog volt. Bemutatnám az ott megszerzett élményeim, tapasztalataim képek formájában. Legelőször a kollégiumot mutatnám be. Én a Madagarda kollégiumban voltam, aminek ára 80 euró volt havonta, de 2 havonta kellett fizetni. Az előbb már említettem a menzán lévő kedvezményt, a leves, a második, 300 kenyér, 2 savanyúság, 1 sütemény, 1 pohár víz, ezért kellett fizetnem 2,51 €. Sportolási lehetőségként az úszást vettem fel, szerintem nagyon jól jártam vele, ugyanis 2-szer is elhívtak egyetemi úszóversenyre, úgyhogy előtte nem igazán jártam úszni itthon. Továbbá 2 spanyol barátommal megpróbáltunk heti rendszerességgel elmenni falatmászni. Ezt heti 2-szer tettük. Ahogy az úszás is, ez is ingyenes volt számunkra. Ez a kép a gépészmérnöki kar épületét mutatja. Mutatnék még 1-2 képet a legemlékezetesebb utazásaimról. A Kriván hegy 2500 méter magasan. Nem látszik a képen, de amúgy csodálatos napsütéses idő volt, csak pont ezen a hegycsúcson nem. Ismét a Magas Tátrában egy másik hétvégén. Nem látszik, de a hegy másik oldalán még hóban sétáltunk. Amúgy nagyon jó idő volt. Elég volt egy rövid nadrág, meg egy rövid ujjú póló. Még a Dunán is kajakoztam egy keveset, ám a holtág nagy része ki volt apadva, de csodálatos időnk volt. Bojnice kastély, ami kívülről és belülről is egyaránt szuper volt, és a kastély látogatás után még egy rövid túrára is futotta. A Devin kastély. A kastély Pozsonyban található, tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető, ám mi a belvárosban biciklit kölcsönözve tekertünk le oda, aztán még Ausztriába is átmentünk, az időnk nagyon szeles volt, amely biciklizés szempontjából nem a legkellemesebb, de legalább kaptunk egy kis napsütést. Zárásképpen utazásaimról, szórakozásaimról az alábbi képeket láthatjátok.